Rövidülhet az eljárás. A bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás polgári peres ügyekben már kötelező. Az EPER kapun regisztrálniuk kell a perindítónak vagy a jogi képviselőnek. Az elektronikus kapcsolattartás gyorsabb és olcsóbb is a bíróságoknak. Néhány kattintás a nyíregyházi törvényszéken megmutatják, melyik felületen és hogyan lehet regisztrálni az e-bírósági ügyintézésekhez az ügyfélkapun. Ez a tájékoztató kisfilm pedig részletesen lépésről lépésre megmutatja, mi a dolga a perindítónak, a jogi képviselőnek, az ügyvédeknek, ha a polgári peres eljárásokban beadványaikat az elektronikus felületen nyújtják be. Eddig is élni lehetett az e-beadvány lehetőségével, de júliustól már készen áll a bírósági hivatalok informatikai kiépítettsége az elektronikus perindításra. A polgári peres eljárásokat már ezeken a felületeken fogadják, iktatják és kezelik a bíróságok. Tavalytól a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban is választható ez a forma, sőt bizonyos esetekben kötelező. Közkedvelt az elektronikus illetékfizetési lehetőség is, mivel ez jelentős költség és időmegtakarítást eredményez. Köszöntöm a stúdióban dr. Toma Attilát, a nyíregyházi törvényszék sajtószóvivőjét. Jó estét kívánok! Mennyire gördülékeny az elektronikus ügyintézésre való átállás? Törvényalkotó döntött, meghozták ezzel kapcsolatban a jogszabályváltozást, módosították nekünk, mint törvény alkalmazó szervezetnek, a bíróságnak ezt végre kell hajtani gördülékenyen. Tehát hosszú előkészítés előzte meg ezt a fajta perindítást. Fontos volt, hogy a technikai háttér biztosítva legyen, és amikortól a törvény kimondta, hogy bizonyos esetekben meghatározott időponttól, amely egyébként most a törvénykezési szünet környékére esett, tehát 2016. július 1-re, ilyen módon kell indítani bizonyos feltételek megléte esetén polgári pert, akkor kénytelenek vagyunk ezt teljesíteni, tehát gördülékenyen fogjuk teljesíteni a törvényben ránk meghatározott feladatokat. Hogyan tudta vagy tudja segíteni a bíróság ennek a betanítását? Hát azt tudni kell, hogy tehát július 1-től meghatározott percsoportoknál működik ez. Nem feltétlenül minden esetben csak ilyen módon lehet polgári pert indítani, törvény írott módon megmondja, hogy mi a módja. De ha az ügyfél jogi képviselővel rendelkezik, akkor csak ilyen módon tud pert indítani. Azt azért hozzátenném, hogy a panasznapokon vagy a jogi képviselettel nem rendelkező ügyfelek változatlanul hagyományos papíralapon is tudnak pert indítani. Természetesen mi is hallgatunk az időszavára, és ahogy a közigazgatásban ez az elektronikus ügyintézés már zajlik, történik, ugyane felé tendálunk mi is. Tehát ez mind az ügyek gyorsítását, hatékonyabb feldolgozását szolgálja. Ezzel együtt új ez a terület, tehát mi is tanuljuk. Számtalan képzésen vettek részt kollégáink, sőt, hagyj reklámozzak két alkalmat. Hét pénteken úgy tudom, hogy a megyében két szakmai fórumon is lesz ezzel kapcsolatosan továbbképzés, illetve előadás. Illetve az ügyfelek számára azt tudom elmondani, hogy a bíróság.hu oldalon tulajdonképpen valamennyi szükséges információ rendelkezésre áll, hogy ennek mi a módja, hogyan lehet a kereseteket megindítani, hogyan lehet beadványokkal fordulni a bírósághoz. Általánosságban el tudom mondani, hogy az elektronikus per nem azt jelenti, hogy e-mailben ír az ügyfél a bíróságnak. Tehát regisztrálni kell, ügyfélkapuval kell rendelkezni, és onnantól kezdve egy meghatározott eljárási rend szerint történik a perindítás. Mi az, amit várnak ettől? Nyilván tapasztalat még nem sok van, hiszen éppen csak megkezdődött a munka ítélkezési, a törvénykezési szünetet követően. Mégis van-e már valami rálátás vagy érzékelhető? Én próbáltam adatokat kigyűjteni. Egyébként azt általánosságban elmondhatom, hogy a bíróságok számára ez az őszi időszak egy roppant izgalmas időszak. Én amikor bementem most dolgozni a kollégáknak, tulajdonképpen úgy is köszöntem, hogy boldog új esztendőt kívánok, mert bár minden statisztikai adatot mi naptári évre számolunk, de a téli időszakban január 1-nél nincsen túl nagy változás, ott egy hétig nem történnek tárgyalások. A törvénykezési szünet letelte után nő meg nagyon az ügyforgalom. Tehát ilyenkor eleve munkák átszervezésével,
pót határnapok, illetve pót tárgyalási napok vállalásával kell feldolgoznunk amúgy is a törvénykezési szünet alatt felgyülemlett ügyeket, bár ez sem minden területre igaz, mert a törvénykezési szünet alatt is vannak olyan ügycsoportok, amikor nem áll meg a munka, illetve az ítélkezés. Visszatérve erre az elektronikus keresetindításra, ami most az újdonság, a bevezetés óta 158 ilyen ügy érkezett, ami nem kevés. Döntően gondnoksági perek, házasság felbontása, tehát ugyanazok az ügyek egyébként, amelyeket az ügyfelek indítanak a polgári peres eljárás során. Ennyi az újdonság, hogy ennek ez a módja. Egyébként a jövőben én úgy tudom, hogy a több percsoportra is ki fogják ezt terjeszteni. Egyenlőre a polgári perindítás történik ilyen módon. Mennyire leterheltek a bíróságok, illetve hát, a különböző tanácsok? Mi az, ami indokolja azt, hogy amellett, hogy az időszavát ugye meg kell hallani a bíróságnak is? Statisztikai adatokkal készültem, de hát Churchill óta tudjuk, hogy mit mutat meg és mit rejt el a statisztika. Én nem is szeretném a kedves nézőket számokkal untatni, inkább arányokat mondanék. Tehát az alatt a bő hónap alatt, ameddig mi nem dolgozunk, illetve nem minden területen dolgozunk, tehát a klasszikus pervitel a törvénykezési szünet alatt áll, azt tudnám elmondani, hogy bizonyos területeken, leginkább a másodfokú büntető, illetve másodfokú polgári területeken az egy tanácsra jutó ügyek száma megnő. 30-40 vagy akár 50%-ával is megszaporodnak ezek az ügyek. Hát ilyenkor van az, hogy minden olyan dolog, ami a feldolgozást gyorsítja, annak mi örülünk. Én gondolom, hogy ez az elektronikus ügyintézés is egy ilyen intézkedés. Biztos vagyok benne, hogy a célja a törvényalkotónak ezzel ez volt. De még egyszer mondom, hogy az összes percsoportban megfigyelhető egy ilyen ügyfelhalmozódás, de azért azt hozzáteszem, hogy egy pár hónap alatt, tehát gyakorlatilag az őszi hónapok alatt, szeptember, október, november, karácsonyra tulajdonképpen ezt a nagyobb mennyiségű ügyet mi felszoktuk dolgozni. Nem kevés áldozat árán, de meg szoktuk csinálni. Az e-per ügyfél kapu tehát jelen pillanatban még a polgári peres eljárásokra vonatkozik. Kizárólag. Büntetőügyben még nem. Történt egy nagyon súlyos bűncselekmény a közelmúltban Nyíregyházán, ami meglehetősen felborzolta a kedélyeket. Az orvosi gyilkosságról van szó. Igen. Hol tart ez az ügy? Ugye azt tudjuk, hogy a kiadatást hozzájárult Románia. Mi történik, hogyha ez valóban... Igen. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez egyelőre kevésbé bírósági téma, de nyilván előbb-utóbb most is lesz a bíróságnak ezzel az üggyel feladata, illetve hát végső soron a bíróságra fog érkezni ez az ügy. Én először is a eredményes felderítésről szeretnék beszélni. Valóban hamar beazonosította a nyomozóhatóság az elkövetőt, és egyáltalán az, hogy most kiadatási őrizetben van, illetve én úgy tudom, Romániában letartóztatták az kiadatásig, ebben azért nekünk, bíráknak is szerepünk volt. A törvény egyébként egy viszonylag friss törvény, 2012 évi, az az uniós országok együttműködését, bűnügyi együttműködését szabályozza. Ez kimondja, hogy ilyen esetben ugye uniós elfogató parancsot kell kibocsátani. Ez bírói hatáskör. Tehát ezt a rendőrség nem tudja megtenni, ezt a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója bocsátotta ki, bravúros gyorsasággal, és ennek hatására tényleg szinte órákon belül el is fogták Romániában. A tettest most egy román eljárás hatálya alatt áll, tehát ezt a román belső jog szabályozza, hogy ott mi az eljárási rend, hogy őt mikor, hány napon belül fogják kiadni. Ezt erre válaszolni nem tudok. Ami a sajtóban megjelent, azt én is tudom, hogy Románia kiadja Magyarországnak ezt az elkövetőt. Egyébként az előbb említett bűnügyi együttműködés alapján nincs is nagyon más választása, mert uniós országokról van szó, és egy meghatározott bűncselekményi körben nem nagyon lehet mérlegelni.
Tehát most arra várunk, hogy kiadják. Ez meg fog történni, én úgy tudom, a terhelt fellebbezés jelentett be ellene, de előbb-utóbb ide kerül. Abban a pillanatban, amikor átadják Magyarországon a rendőrségnek, én úgy gondolom a határon át fogják venni ezt az elkövetőt, akkor a rendőrség az általános szabályok szerint, minthogyha itt Magyarországon fogták volna el, 72 órára őrizetbe veszi, és hát haladéktalanul fognak, ők nem fognak szerintem 72 órát várni, a bíróság elé fogják állítani. Ez lesz a következő feladatunk a bíróságnak, tehát döntenünk kell, majd szintén a nyomozási bíró fog dönteni az előzetes letartóztatásról. Én nyilván nem tudok előre gondolkodni a nyomozási bíró fejével, de úgy gondolom, hogy ha erre indítvány lesz, akkor ezt meg fogja vizsgálni a bíróság, és hát vannak, úgy tűnik, hogy lehetnek ebben az ügyben olyan előzetes letartóztatási okok, amely alapján akár el is rendelhetik. Mi pedig erről nyilván be fogunk majd erre, így van, erre majd Dr. Toma Attila, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Nagyon szépen köszönöm.